hát én nem tudom, ő mindig volt. Szóval úgy nem tudnám elválasztani, hogy na ez az a pillanat, amikor én emlékszem rá. Ő egy olyan gondoskodó lélek volt, hogy én nem is tudom, hogy mikor nem volt. Tehát olyan, szinte olyan, mint az anyám. Őt Naminak hívtam. Naminak, igen. Szerette nagyám, ha kényeztetik. És én Namikának hívtam, úgyhogy a nagyanyámból Namiká lett. Na hát akkor ezzel kezdeném. Tehát itt a szülők vannak, a édesapja a nagyanyámnak, aki Türei református pap volt, Balázs Istvánnak hívták, és Dávid Ilka a felesége, aki sajnos korán meghalt rákban, amikor nagyanyám olyan 6,5-7 éves lehetett, úgyhogy attól kezdve az ő úgynevezett édes mostohája, második anyánk, ahogy itt írja a nagyanyám, az írást mutatom, Sós Ilona, ő volt a nevelő anyjuk. Hát összesen 5 voltak testvérek, 4 fiú és 1 lány. 4 fiú volt a nagyobb, nagyanyám volt az utolsó, a kislány. És ez mind az első házasságból volt? Mind. Úgyhogy ez a Sós Ilona felvállalta az 5 gyerekes családapát, úgyhogy, és nagyon-nagyon nagy szeretettel, és tényleg saját gyerekeként, tehát nagyon sokat beszélt nagyanyám annyira. Úgyhogy, ha Türében esetleg lehet egy ilyen felvételt készíteni a sírkőről, nagyanyám iratta fel, nagyapám tervezte azt a sírkövet, és az van benne, hogy az édes mostoha, tehát az édesanyja neve, tehát Ilka, és az édes mostoha. Itt nagyanyám 4 éves különben. Nagyon szép, olyan bronzos barna göndörhaja volt. A kép hátán beírja, ezt édesanyám írta, hogy Balázs István türei református pap, Balázs Istváné Dávid Ilka a felesége, és Balázs Ida édesanyám 4 éves, és hogy mikor készült, 1888-ban. Ez a lánykori fényképed, ez benne van a Kóskároly könyvben, és eléggé közismert. Nagyon szépen tudott ajándékozni. Szóval ő tényleg mindennek meg tudta adni a módját. Ez egy gyönyörű példája annak, hogy az ajándék az egy személyes dolog. Igen. Meg egy jegyajándéknak készített, és ez egy fantasztikus kis könyvecske. És az életet is, hogy megtervezte ő, a maga lehetőségei, vágyai, azok mindig reálisak voltak, de felfele törekvőek voltak. És nagyanyám ezt nagyon tudta tisztelni, becsülni benne. Amikor nem jöttek úgy be a dolgok, ahogy a terv szólt, akkor viszont nem felejtett el megjegyezni. Mondjuk ez tény. Ez Türében készült a román templom. Ez egy gyönyörű, ahogy hívták a családba, egy kis ékszertemplom. Ez végül bekerült a falumúzeumba, amit megvásárolt Kóskára. Én úgy tudom, hogy igen. A lényeg az, hogy ott nagyanyám áll előtte egy ilyen nagy kalappal, és nincs rajta évszám. Én azt hiszem, hogy itt már felesége, mert itt már olyan asszonyos viselete van, úgyhogy fiatal asszony lehetett itt. Sztálnán a bejárati ajtónál ülnek, ott látható nagyanyám ül, mögötte áll nagyapám. Ez különben 12. júliusában készült, 1912. júliusában. Így. És akkor már kész volt a sztánai varjúvár. Tízben készült el, úgyhogy ugye ez az, ami nyaralónak készült, és éppen ezért minden kelléke olyan, mint egy nyaralóé, nem olyan, mint egy lakóházé, úgyhogy szimpla ablakok, meg kő, meg stb. Terhes valamelyik gyerekkel? Vagy igen. Ez ugyanaz, itt látszik, itt folytathatnánk, mert itt most már a belső szobában van, ami most pillanatnyilag a miénk, mert úgy minden gyereknek van egy szobája. Nekem ez egy nagyon kedves képe nagyanyámról. Ott ül a bejárattól számítva jobboldali ilyen padon, ami egy kandalló mellett van. Ez egy nagyon szép kályha volt. Ide, ebbe a szobába szállásolták annak idején el Móricot, itt fagyott meg. Azért, mert kövezett is, tehát az ajzat is kővel volt kirakva. Nagyon szép volt a kályha, de egyáltalán nem fűtött.
úgyhogy vagy gyengén hűtött, mondjuk így. Tehát a lényeg az, hogy itt nyáron nagyon jól meg lehetett lenni, mai napig is, de még nyár estéken is, ha kimegyünk, bizony egy-két fát, ha az ember a tűzre rak, az jól esik. Itt ez egy nagy kerek asztal volt, mögött az a bizonyos, úgy hívták, hogy ezüst szekrény, mert a nagyapám nagyon, nagyon szép ajándékokat hozott mindig a családjának, a feleségének főleg, és amikor ilyen útja volt valamerre, vagy valamilyen esemény volt, akkor nagyon szép ezüst tárgyak, a többek közt mást is, mint látható, de ezt is hozott, és oda tették ezeket a fincsákat, kiöntőket, stb. Ez állítólag Tóth-telkén, amit most Gölyésnek hívnak, valahol megvan, ez egy ólomberakásos szekrény volt, onberakásos szekrény volt, betűkkel, és eltűnt valahol. Az érdekesség az, hogy a bútorok, amik a Szánai házba készültek, azok abból a tulajdonképpen járai birtokból valók, öt felé osztották ugye a gyerekek örökségét, a négy fiú tanult az árából, a leány megkapta a hozományt. Miután nagyapám tervezte a házat, és ez mondjuk mély elismerés volt a család részéről, hogy ő a tehetség, ő tudja, hogy mit akar, nagyanyám nem megvette a bútort, hogy annak idején ugye elmentek és megvették az akármilyen bútort, hanem akkor ez át volt nagyapa rendelkezésére adva, és ő tervezte a bútorokat, és az ebből az összegből készült el. Tehát a nagyanyám hozományából történt a berendezkedés. Ez a szekrény is. Na, akkor körülbelül ezeknek a végére értünk. Ez a tízes évek környéke. Most itt még vannak ajándékok, amiket tetszett említeni, igen, hogy Sztambulból is hozott. Jaj, mielőtt az ajándék, akkor ezt a icike-picike leánylegyezőt is meg lehet nézni. Igen. Amin maszatok látszanak, mert ugye ez közismert volt, hogy ha bálba ment egy lány, akkor a jelentkező táncosok ráírták, hogy ez a tánc az övé, és akkor ráírta a nevét az illető, hogy ez a... Na hát itt a maszatok már látszanak, úgy látom, hogy nem igen hiányzott egy se közülük, igen. Igen, ő egy nagyon szép és nagyon-nagyon szeretett valaki volt. Na, tehát ez egy ilyen gyermekkori, leánykori legyezője, de az érdekesség az, hogy itt ugyancsak egy ilyen bőrbefűzője volt ennek a táskának, és minden egyes bőrbefűzőnél volt egy ilyen üveggyöngyöcske. Nagyon szép táska, egy németországi kiállításon vette nagyanyámnak nagyapám, és nagyanyám nagyon örvendett neki, és akkor jöttek a sógorasszonyok, és mondták, hogy hát idom, Iduska, mit kaptál, hát mutasd a táskát, és akkor nagyanyám mondta, hogy ez nagyon szép, és örvend neki, csak egy hibája van, hogy a garaska kiesik. Mert ugye közte a bőrbefűzés között ott kiszottyant a garaska, már pedig a garaskának is van értéke. Na hát ebből aztán a pletyka elindult, hogy ide nem örvend, meg mit tudom én mi, úgyhogy ebből aztán komoly levelezés zajlott, aminek sajnos a nagyanyám részét sose ismerjük, mert az eltűnt. A nagyapám levelei azok megmaradtak, azért mert nagyanyám azokat szépen becsomagolta és mentette annak idején, amikor a II. Világháború. Na, de mindig lehet azokból a reakciókból, amiket nagyapám a következő levelében, tehát van egy kitörő levél, arra nagyanyám biztos megfelelően reagált, és utána következik a nagyapám simító levele. Itt később ez egy icike-picike kép, ahol az első gyerekével, Balázsal, akit Putyinak hívott a család, tehát itt látható nagyanyám. Nagyanyám nagyon-nagyon, számunkra nagyon szép asszony volt. Ezek a képek ugye itt már állapotosan mutatják, tehát amikor terhes egy asszony, akkor a leggömbölyűbb. De ő nem volt egy nagyon is vékony nő volt, és az a helyzet, hát ez is mutatja, ez ugye a 40-es években készült ez a kis mundérka, és hát látszik, hogy kicsi. Ez az akkor, amikor ugye a magyarok bevonulása megtörtént, akkor a magyar úriasszonyok azok ilyen nemzeti viseletben fogadták a bevonulókat, és hát nagyanyám is megvarta magának, ő nagyon-nagyon ügyes kezű volt, mindent megvart, egészen, ha kellett, még a nagyapám bőrnadrágját is megvart, amivel lovagolt, szóval nem ismert lehetetlent. És ehhez járt egy nagyon szép, hosszú lila bársony szoknya, ennek volt a felső része, ebből csak ennyi maradt meg, és hát nyilván az idő az ezt is meg. Tehát látszik az arányaiban, hogy ő nem volt egy testes nő, egy nagyon, nagyon csinos, úgyhogy ilyen
ilyen meséje van. Ezt itt most igaz, hogy ugrunk egy kicsit, de nagyanyám nagyon szerette az ibolyát, mint virágot is, és az illatát, és nagyapámtól minden idanapjára ibolya kölnit kapott. Na most ez az utolsó, amit megvett neki. Tehát ez édesanyám tette félre, akkor már nagymanya 88 éves volt, és hát megmaradt ez az utolsó kölni, mint emlék. Nagyanyám a nullából is tudott műsort előállítani, tudást felhalmozni az emberben, átadni, számon kérni. Szóval egy olyan tehetséges ember volt, akit tényleg én csak azt tudom mondani, hogy szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Tehát ő minden gyerekét megtanított. Tehát először is a lányát ugye a női kézi munkákra. Tudnélik, nagyanyám mindent ő vart és készített el a gyerekeknek, hogy ugye érje a szélte a hosszát, tehát anyagilag meg lehessen lenni. Kegyetlen, kemény racka gyapjukból, amik ugye felsértik az ember kezét, közötte meg a fiúknak a pulóvereket, meg amit kellett. Nagyanyám az 1-4 osztályt mind a 4 gyerekével ő végeztette otthon. Tehát mind a 4 gyerekét ő tanította meg írni, olvasni, számolni, földrajz, történelem, tehát azok az alapvető 4 elemis tudások, amikkel az ember ugye elindult utána a gimnáziumi tanulónak, az nagyanyám mellett történt mind a 4 gyerek esetében, évvégén mindig bevitte vizsgázni őket, Hunyadra, Báfi Hunyadra. És miután ugye az édesanyámnak 3 fiú testvére volt, úgyhogy dobni is csak úgy tudott, mint egy fiú, tehát hogy kicsit úgy azt mondta, hogy jaj, ebből mi lesz ebből a leányból, tehát beadta az Orsi az Árdában. Na, tudni kell, az Orsiák az egyik legszigorúbb rend. Mindenáron meg akarták volna téríteni római katolikusnak, mert egy olyan szelid, ilyen vörös haja volt, és ilyen kis, mondjam így, hogy Kleopátra frizurát vágott nagyanyám neki, egyenes haja volt így, és azt mindig félre simították, ugye, mert az frivol, hogy valakinek így bejön. És akkor nagyanyám, vagy édesanyám, amikor elment, akkor visszalázta a haját, úgyhogy ezzel is jelezve, hogy ő nem oda tartozik. De sok mindent megtanult ott, nagyon sok mindent, többek között gyönyörűen a kézimunkának a szuperlatívuszát is, oltárterítőt hímezni. És az volt a nagy dolog, hogy ő még csak első gimnazista volt, de amikor az apáca végig sétált az osztálytermen, hogy mindenkinek ellenőrizze a kézimunkáját, akkor a nagy oltárterítőt azt édesanyámnak adta oda, addig ő folytassa. Ez a párna különben, ez nagyanyámnak az utolsó kézimunkái közül az egyik, súlyos glaukomás volt, úgyhogy ez a házassági évfordulóra készült, 50 éves házassági évfordulóra készült, 10 és 1960. Nagyapámnak volt mindig az ágyán. Nagyanyám lényegében mindig átfüröztötte a gondolatait nagyapámnak, és ebből nagyapám nagyon jól tudott profitálni. Ha valamire, egy névre nem emlékezett nagyapám, vagy valaki, akkor csak mondjuk ültek többen a látogatók, és akkor Ida, nem emlékszik, hogy hívták azt a marhát? És akkor azt mondja, hogy melyik marhát, Károly? És akkor mondta, hogy hát azt a melyik, és akkor körülbelül nagyanyám bemondta. Magázták egymást. Tehát régen a régi házasságoknál. Jobboldalú, féloldalú volt a magázás. Nem, oda-vissza. Oda-vissza magázás volt, sőt, az külön érdekesség, hogy a nagyapám mind a 4 gyerekét, tehát függetlenül attól, hogy leány is volt köztük, tegezte. A nagyanyám az első 2 gyerekét, aki fiú volt, az tegezte, de utána megszületett a leány, akiről borzasztóan vágyott, mert neki nem volt leány testvére, csak fiú. Tehát az egy számára egy nagy ajándék volt. És őt magázta, mert ugye ő a leány, a saját gyerek magázta. Na most megszületett utána egy fiú, de már az a leány után született, akit magázott, azt is magázta. Tehát a 2 nagyobbik gyereket tegezte, a 2 kisebbiket magázta, és ez soha el nem tévesztette. És ez így ment? Ez így ment. Egymás közt a gyerekek tegezték egymást. Nem, bocsánat, rosszul mondom. A 2 kisebbik tegezte egymást, a 2 nagyobbik, aki nyilván az édesanyjától hallott, hogy beszél a lányával, meg utána a kisebbikkel, ők magázták, de a 2 kicsi az tegezte a bátyjait.
Én nagyanyámra térnék vissza, hogy nagyanyám viszont ugye gazdálkodó helyről került ki, ugye Türében azért azt nem tartották titokba, hogy lehet jól gazdálkodni, és az állatokhoz is nagyon jól értett, tehát mondjuk egy állatvásárlás az úgy történt, hogy nagyapám egy szégyenlős ember volt, nem szeretett alkudni. Neki, ha ennyit hozták, annyiért vette kész. Igen ám, de Báfiúnyadon, amikor mentek lovat vagy tehenet vásárolni, akkor ott már nem igazán szívesen állt le ő ott alkudozni az emberekkel, és akkor otthon megegyezett nagyanyámmal, hogy ha nagyanyám neki alkuszik, akkor kap komissiót. Tehát amennyit lealkuszik, annyinak kapja meg a megfelelő részét. Nagyanyám bement, teljesen mindegy volt, hogy az illető az milyen náció vagy honnan kerül, milyen az állat, megnézte, kis kalap, kesztyű, ugye, hogy ő, ugye, hát ő az volt, aki attól nem négyegült át gazdasszonyá. Lényeg az elment, nagy tisztelete volt, tudták, hogy jön kosni vásárolni, és akkor kivásárolta, megalkutta, meg volt az üzlet, otthon megkapta részét. Úgyhogy ez is egy... Nem szégyellette. Nem, egyáltalán, hát abban az üzlet, nagyon jó üzlet, ragyogó üzlet érzéke volt. Tehát most nem azt akarja senki mondani, hogy Koskáró Balázsda nélkül nem lett volna olyan, amilyen, de hogy olyanabb lett, mint amilyen, az egyértelmű. Tehát, hogy nagyanyám nélkül nem lett volna ez a termékeny nézeteiben, mondhatnám, hogy hát azt, hogy megingathatatlan, lehetne annak egy pejoratív része is, de itt a pozitív felé szeretném elvinni azt, hogy megingathatatlan, tehát nem befolyásolható. Nagyanyám egy olyan erős karakterű és nagyon igazságos ember volt, hogy ezt feltétlenül erősítette a nagyapámban, ezeket a dolgokat. Aki ugyancsak az volt, csak még volt egy társ mellette, aki ugye aláírta Tehát akkor, amikor ugye a Szépművestélyet létrehozták, akkor alá kellett bizony írni, hogy vagyonukkal felelnek azért, hogy az a műhely működjék, és nagyanyám is alá kellett írni, és hogy az összement volna, akkor ott maradtak volna nulla fedezettel anyagilag, mert stána volt a teljes fedezet, meg amiük volt, és nagyanyám simán aláírta, mert akkora volt a bizalom kettőjükben. Hát szóval a varjú az valahol itt kopogott, ugye? Másik ablakon. Ja, másik ablakon. Elő. Igen, elő. Hát mert ahol az íróasztala volt az öreg, a nagyapámnak. Tehát a nagyapám íróasztala ott volt, és akkor... És Enikő is látta a Nem, én ezt rá csak a meséből tudom azért, mert a háború aztán eltűnt. Megdöglött ő. Hát ez nagyon... Nem tudom, hogy körülbelül a 20-as években lehetett, gondolom. Egy ilyen porúját varjút felpártolt nagyanyám, meg nagyapám is, tehát ott rendbe tették a lábát, és aztán az hálából ilyen házi varjúvá lépett elő, úgyhogy mindig kaptak neki ilyen húszafatokat, és azt itt kapta meg a nagyapám íróasztala előtti ablakból. Úgyhogy pimasz módon, amikor ő úgy érezte, hogy neki most már jár valami, akkor bekopogott az ablakon, megkapta, ami járt, ha megkapta, mikor ott volt az ideje, mert az is rendben kapta a táplálékot, és utána aztán arrébb ugrándozott. Úgyhogy ezek olyan kis kedves, nem anekdóta, igaz történet. És ez, mondjuk ezt az igaz történetet, Enikő, amikor itt volt, akkor hallotta, és akkor elképzelte. Vagy most képzeli el? Nem, elképzelte. Sokszor ezek olyan dolgok, ezeket sokszor elmesélték az embernek, úgyhogy most el tudom én képzelni, meg akkor is el tudtam képzelni, de nem láttam, szóval nem akarok én azért ilyen ótafává előlépni. Ez nem az én élményem, de olyan, mint egy mese, Grimm mese. És amikor arra került a sor aztán, hogy kulákosították, akkor teljesen kikészült. Akkor már a háború után ő helyreállította tudnélik a házat. Tehát vissza, a lakók rendre kikerültek, a ház lakható volt, akkor már voltak a kalákák, meg minden. Tehát ugye az 50-es évekre már úgy megint helyreálltak a dolgok, már termeltek a földeken, már emlékszem, hogy nyűjtük a kendert, ott az ötyűvják alatt, a tanya alatti részeken. Ment az élet, és akkor volt, hogy ugye kezdték kirónni ezeket az adókat,
és hát olyan hatalmas összeg volt, hogy nagyapának a képviselő fizetése, ami akkor nagyon nagy pénz volt, az nem volt elég, hogy kitelessen fizetni. És akkor kulákosították, és akkor elvették a földeket, meg elvették azokat, tehát minden csak a belsőség maradt, és hát akkor már úgy érezte, ugye a másodszor neki lendülve az életnek, hogy ez most már nem nincs értelme, akkor minek az egészet, miért kellett. Hát gondolj el, amikor az embernek az élete összeomlik, hát ő többször is akart öngyilkos lenni. Aztán nagyanyám át tudta lendíteni, a nagyanyám nagy varázsló volt, úgyhogy tudta, hogy mit kell ilyenkor tenni, meg mondani, meg... És ez nem úgy volt ez a visszatérés az életbe, hogy akkor Károly, én most terápiázom magával, most figyeljen, nem. Hanem van természetes helyzetek, amikor arra hívtam mindig fel a figyelmet, hogy de hát itt van. És az én nagyapám egy rettenetes, szorgalmas ember volt. Szóval ő neki kétszer nem kellett semmit mondani. Halál pontosan csinált meg mindent, időre, jól, kiszámítva, betervezve, szóval ő a csontja veleig mérnök ember volt, ilyen a legjobb értelemben. Nagyapám vágatta ki ennek a helyét, de beálmodta ezt a házat, és akkor hát tudják, hogy nyaralónak készült volna. És azután jött a 18 Trianon, és azután kellett dönteni, marad vagy megy, és akkor hát ez volt az otthon. Ez 1910-ben épült fel. Na most az a helyzet, hogy ez nyári laknak nagyon megfelelt, mert ugye szimpla ablakok, meg stb., meg kőépület. Télen aztán már kellően hideg Húzatos volt, úgyhogy arról emlegettük a jómúlt korában, ugye, hogy Móricz is megemlékezik, amikor ő itt aludt a bőrökbe csomagolva, és úgyis didergett. De hát az a helyzet, hogy ez az eredeti szándék az nyári lak volt, és az meg hát azért mást jelent. Enikőnek először első élménye erről a házról micsoda? Nekem nem a házról van élményem, hanem arról, hogy gurultam le a dombon. Tehát én nagyon kicsi koromban, hát ugye megszülettem, és már a nyarat itt, mert én novemberi születésű vagyok, hát már engem nem egészen egy éves koromban édesanyám ide kihozott, és akár két éves koromban vannak egy olyan emlékem, hogy hát gurulok, és akkor jajgatnak körülöttem, hogy jaj, jaj, én aztán összekapartak valahol, és nem lett semmi baj. De később az már lehettem olyan három-négy éves inkább. Nem, kisebb voltam. Nem. De olyan három éves voltam, amikor az pont a háború, az már 44 volt, és az istálóban, hát az arrébb van a helye az istálónak. Volt egy Mici nevű lova nagyapámnak, amelyik borzasztó harapós volt. Úgyhogy oda nem mert, a nagybátyámnak is beleharapott a hátába, csak nagyapám tudott vele szót érteni. És bent az istálóba, beődöngtem ugye, ugyancsak ilyen korban, ilyen három év körül ilyen. És Bandi bácsék ott ültek, tehát a két nagybátyám ült, és beszélgettek ott a valamelyik jászolnak a szélén, és látják, hogy én bemegyek egyenesen Micihez, és a hassa alá be a lónak. És kétségbe se egyik sem mert oda menni, mert hát ez egy olyan marós ló volt. És akkor nagy nehezen kikiáltották édesanyámat, meg nagyanyámat, én még emlékszem is erre, valami nagy esemény lehetett, mert nagyanyám és anyám álltak az istál ajtajába, és próbáltak kicsalogatni. És nekem borzasztóan tetszett az eset, a jelent, és a ló, hát ezt már én nem emlékszem annyira, édesanyám mondja, hogy én a hasa alatt ott álltam, és a ló az ilyen óvatosan, valósága felhúzta a szügyét, és így nézett, hogy nehogy összetaposson. Jött addig, ameddig én meguntam az ottani lődörgést, addig semmi nem, meg se nyikkant, és akkor aztán ott kijöttem, és megúsztuk. Édesanyámmal abban versengtünk, hogy két azonos virág nem lehet a csokorban. És úgy képzelje el, hogy az én mostani markommal ilyen csokrot lehetett úgy összeszedni, hogy nem volt kettő azonos. És most már nem lehet azt a bizonyos vastag csokrot összeszedni, hogy különböző. Ha nem, nem, úgy látom, hogy nem. Igaz, hogy nem itt voltak a legszebbek, hanem a völgyben. Az életem legszebb Mikulását a Sztánán értem, amikor nagyon korán beköszöntött a hó egy alkalommal, tehát december 6-a már fehér volt. És ott nézegettem ki az ablakon, és hát persze kinek jut ilyenkor eszébe, hogy a Mikulásról beszél, a gyerek nem tartja a kalendáriumot észbe. Nagymama mondta, hogy aztán majd jön a Mikulás, és hogy szépen ki kell takarítani a cipőt, ott az embernek az egyszál cipője, ugye, ami agyon volt már foltozva, meg minden, hát háború után vagyunk. És akkor azt szinte egész napot csiszeráltam, szépítgettem minden, hogy az gyönyörű legyen kitéve az ablakban, még mindig világos volt, néztem, hogy a hosszú, billegő farkú szarkákot, hogy járogatnak a hóba, ugrándoznak,
és vártam a Mikulást, és a Mikulás nem jött, és aztán mondta a nagymám, hogy hát az nem ma, az reggel szokott jönni, és akkor elmondta az egészet, hogy hogy jön a rénszarvas, a szán, a mi egymás, szóval az megvolt teljes mértékben a háttérinformáció. És reggel, mikor felébredtem, hát akkor egy csodálatos dolog volt, mert az ablaknál állt az egyik cipő, benne a nagy virgáccsa, és alatta egy szék, és amit el lehet szépet és jót képzelni, nem pénzértékű, hanem fantáziaértékű dolog, az mind ott volt. Hát először is nagymama csinált mindig ilyen házi csokoládé, vagy házi ilyen cukor készítményeket, és azt, hogy gyönyörűen becsomagolta. Felvágta a papírokat, mindig gyűjtögette messzire már azokat a már sokáig azokat a papírokat, amik valamiért szépek voltak, vagy a színüknél fogva, vagy a anyaguknál fogva, és akkor abba szépen becsomagolva kaptam egy palatáblát palaveszővel, hát de nagy dolog volt. Aztán még mi is volt, csak ilyen írószereket, színes ceruzákat, azt én nagyon szerettem rajzolni, és az nagyon nagy, és rajzfüzetet kaptam. És azt hisz, ha jól emlékszem, egy nagyon szép gyerekkönyvet kaptam, tehát amiben már ugye olvasni is lehetett ilyen nagybetűkkel. Szóval az egésznek az elhelyezése, meg ahogy készültünk rá, meg ami a táj volt mögötte, az ennél sokkal gazdagabb Mikulásokat is kaptam később. De ez ennél szebbet nem lehetett kapni. És az a felkészülés. Vagy egyáltalán a nagyanyám, hát abban is nagy volt, hogy tanította, hogy például olvastuk a Dörmögő Dömötört mondjuk. Na Dörmögő Dömötör, ugye hát ő jön-megy a nagyvilágba, de főleg Magyarországon, Pimpinénivel, Dorka bácsival, meg mindenkivel, Sebők Zsigmond regényekről van szó. És akkor mi hol van? Eger hol van például? Mert ugye az egri várat is a szuroköntő nőket. És akkor nagyanyám elővette, úgy, mint Móra a hamuban, nagyanyám elővett valami újságszélet, és akkor lerajzolta egész Nagy Magyarországot, úgy a cipó, hogy ez olyan, mint a cipó, ugye, amelyiknek van a kitüremkedése, és akkor mi hol vagyunk, és az hol van, és hogy kellett átmenjenek a lovasok, és hogy tört. Szóval egy olyan élénk, hogy én végig a történelem tanulmányaim folyamán, és mindig valahol ez nagyanyám magyarázata az ott settenkedett, hogy milyen módon kapcsolódnak össze a különböző részek. Na most az volt a helyzet, hogy én voltam az első unoka, és hát háború volt, nekem volt egy húgom, az meghalt, úgyhogy engem dupla vesben tartottak. Ez nekem hol jó volt, hol rossz volt, mert sok mindent nem volt szabad tenni, amit más normális gyereknek meg volt engedve. Viszont ilyen tekintetben, hogy mindenkinek rajta volt a szeme, rajtam volt a szeme, és foglalkoztak azzal, hogy én most éppen mit csinálok, abból én azt a mai napig is élek, és prosperálok. Nagyon érdekeltek a rajzok mindig, hogy nagyapod dolgozott, és úgy szép csendesen hátulról próbálgattam megközelíteni. Na most, mikor már látta, hogy ezt én nem adom fel, akkor azt mondta, na fiam, itt megállhatsz mellettem, rácsapott az asztal bal sarkára, a kezedet ide felteheted, de nem kérdezel semmit, értetted? És akkor én ott álltam, és ezeket a dolgokat megnéztem. Na most, ami csodálatos dolog volt, teljesen más jellegű, az, hogy nagyapám, aki ilyen rendkívül intenzíven tudott dolgozni, a legideálisabb férj volt olyan szempontból, hogy ha nagyanyám azt mondta, hogy Károly ebéd, akkor nagyapám abba a pillanatba tette le a tuskihúzóját is, ami pedig nem semmi, mert ugye egy tollat könnyebb lett tenni, mint egy tuskihúzót, mert még ki is kell mosni. Tehát letette, és nagyapám 5 perc múlva ott ült az asztalnál. Az biztos, az ebéd mindig ugyanakkor volt. Szóval nem voltak ilyen eltolódások, mint ami manapság, hol van ebéd, hol nincs, hol McDonald's, hol ki tudja. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon komoly megtartó erő, a sok-sok más szokásos megtartó erő, mert rengeteg szokás volt, amit én mind felszívtam, és amiből ugyancsak azt prosperáltam, hogy a rend az annyira meg tudja tartani az embert, hogy szinte az egészségnél is fontosabb, most ez túlzás, amit mondok. De én úgy tapasztalom, hogy az egészség is nyilván a rendnek egy nagyon komoly folyománya. De ha valaki nem olyan nagyon, tehát már születésénél fogva gyengébb alkatú,
És mondjuk az én nagyapám nem egy atléta termető ember volt. De ez a rend, ez egy olyan szívós, energikus embert tartott meg benne, ami ennek az utókor ismeri. Úgy van, hogy ahányszor szállna valamilyen apropóból eszembe jut, akkor az mindig nagyon jól esik. És akkor főleg az mindig nagyanyámmal kapcsolatos a dolog, szóval ez óhatatlanul aztán nekem az ő személyét jelenti. Itt volt a sütőkemence, úgyhogy amikor hétvégén bedagasztották a kenyeret, akkor aztán szombat reggel volt a sütés, és aztán amikor vége volt a kaparóból, nagymama csinálta a kis madárkákat, és az volt az utolsó, amit a forró kemencében kisütöttek a maradék. Hát nekem gyerekkori emlékem az, hogy gyűröltem délután lefeküdni tiszta szívből igazán, de hát le kellett feküdni, mert a rend a lelke mindennek. Nagyanyám úgy kezdte, hogy akkor jöttek a mesék. Említettem, hogy ugye délután volt inkább a mesélés, akkor egy ilyen madárból, meg egy ilyen alak, annyi minden érdekeset tudott elmondani, hogy annak ki volt az elődje, utódja, meg miszár, meg hol repül, mit lát repülés között, most pihen, és hogy azért pihen, mert, és szóval nagyon érdekes folklór volt ebből. És egy időn túl már ment magától is, tehát engem lefektetett, és akkor az embernek elindult a fantáziája, és elaludt. Én 4 éves koromtól maradtam én nagyanyámékkal. És hát mindent megtanultam, engem mindent pont úgy neveltek, mint a sajátjukat. Elmondtam mi mindenben. Megtanultam a szokásaikat, nagyon-nagyon rendszeres életet éltek, a semmiből is, tehát hogyha, mit tudom én, hihetetlen semmikből tudott nagyanyám mindig produkálni dolgokat. Mint amit én mérleget mondjak el, szereztek egy mérleget, de súly nem volt hozzá. És akkor nagyanyám valakitől kölcsönkért súlyokat, és ilyen békasónak hívjuk ezeket a víziköveket. És akkor békasókat addig méricskélt, ameddig megvolt a 10 dekás, az 5 dekás, a 4 kilós, a 1/2 kilós, a kilós, és arra tinta ceruzával ráírta, hogy ez 25 deka. Vagy ez, és mi az egész udvar ezen mért? Ennek olyan hitele volt, hogy ez szerintem a hitelesítő hivatalnak nem volt nagyobb. Tehát mindenki kölcsönkérte, és mindenki azzal a békasóval mérte meg, hogy mennyi az, mennyi. Tehát nagyon leleményes volt. Tehát ilyet tucatszámra tudnék ilyeneket mondani, vagy az, hogy most mondják, hogy a csalán milyen egészséges. Hát nagyanyám csalánból főzeléket főzött, ha, nem is tudom mikor. Tehát ő vagy citromfűvel miket illatosított, vagy jó, hát egy nagyon gyorsan feltalált, életre való, ezt így is mondhatnám. Tehát akkor én ott laktam velük, és bizony kezdtem nődögélni, hát akkor az ember elkezd nőni első elemi után már, és először 2 fotelt egymásnak toltak, az volt az ágyam, tehát nagyanyám minden este 2 fotelt összetolt, kitöltötte párnával a közepét, megvetette az ágyat, ami nem volt egy 1 perces munka, és én ott aludtam. Nőttem. Akkor nagyanyámnak eszébe jutott, hogy levesz a cekrindetelől egy bőröndöt, betette a 2 fotel közé, kitoltotta a párnákkal, megvetette az ágyat. 3 bőröndig jutottunk el. 3 bőröndig. Most gondolja el azt az asszonyt, aki ezt minden este szétszedi, megcsinálja, másnap mindent helyre tesz, mert Kóskáról valaki volt, őt akkor is látogatták, viszont szigorúak voltak ám. Hát engem édesanyám soha nem vert meg, de nagyanyám olyanokat, húha, nálunk a virgácsa se érte meg a következő Mikulást. Az egy pozdorjával ment elég hamar, még az ágy alá is utánam seprűzött, hogyha valami olyasmi volt, úgyhogy ilyen tekintetben ez is jó. Tehát elég fiatal emberek voltak, nem koruknál, hanem lényüknél fogva ahhoz, hogy nagyapám egyszer rámordult, ott nem lehetett vitatkozni. Egy asztalnál, vagy valamit, hogy na, csak ennyit mondott, na,
hanem úgy tudta összeszedni magát, mint a sit. Nagyanyám pedig ő nagy szeretettel, de ő is szigorú volt. Szigorú. Határozottan szigorú volt. Tehát igényes volt, és na ez mind a két embernek ugyancsak, hogy az ember hogy fedezi fel ezeket az előnyöket, következetes emberek voltak. Tehát nem volt az, hogy mondjuk bejelentek valamit, és elfeledkezem róla. Vagy a gyerektől megkövetelem, hogy, és utána nem kérem számon. Nagyám különben is egy született pedagógus volt, szóval ő neki olyan ragyogó adottságai voltak ahhoz, hogy hogy kell bárkinek a nyelvén megszólalni, és olyan példabeszédekkel illusztrálni dolgokat, hogy az egyből világos volt az illető számára, hogy hol itt a hiba, vagy hogy kéne jobban, vagy másként. Felnőtteket is le tudta pirítani. Ajaj. Neki először is rendkívül szellemes volt, nagyon jó megjegyzéseket tudott tenni, és hogyha valakinek már a begyébe volt, vagy úgy nagyon nem olyan volt, ahogyan kellett volna, akkor egy mondattal úgy tudta leültetni, hogy az illető, ha két méteres nagy darab ember volt, akkor is tudta, hogy kell hátra sasszézni. Nagyon, senkitől nem félt, rendkívül bátor nő volt. Lehetett vele vitatkozni. Tulajdonképpen ő egy modern ember volt, mert az a nevelési elv, hogy már pedig csak axiomák és nekem van igazam, az nálunk nem ment. Tehát nagymamával lehetett vitatkozni. Nem úgy volt, hogy punktum részpor, és ezzel befejeztük gyerekek. Tehát visszaszóltak. Nem felesen, na nem. Az nem. Olyan nincs. Visszaszólás, azt nagyon hamar meg lehetett tanulni, hogy az nincs. Nem, meg lehetett egy bevel közelíteni a dolgokat, hogy de nem lehetne azért mégis. És volt rá eset, hogy azt mondtam nagymamám, hogy de igen. De. Hogyha, akkor de. Károly bácsi is egy ilyen morgós ember volt, de őt is kellett szerintem. Ott más volt a helyzet, mert ott harsányabb volt a vita. Úgyhogy bárhova költöztek, azt nagyon hamar mindenki a harmadik emeletig tudta, hogy most Kóséknál valamiről szó van. Argumentáció. De hangos volt. Nagyapám borzasztó erős, nagy hangereje volt. Egyébként régi felvételeket, még 90 éves kori felvételeket is lehet hallgatni, hogy nagyon erős hangja volt, nem egy olyan reszkettős vénember hangú valaki volt. És hát nem tudom, hogy ezt elmeséltem, hogy amikor ők összeházasodtak, hát nagyanyám egyáltalán nem ilyen volt. Ő egy olyan kis finom, határozott, de finom lény volt. És mikor az első időkben kezdődtek ilyen hangoskodások, nagymama mesélte el egyébként, kezdődtek ilyen hangoskodások, hogy nagyapám úgy, hogy is mondjam csak, szóval nem a megszokott módon reagált el a dolgokat, hanem harsányan, vagy adott esetben kiabálva, akkor nagyanyám elvonult egy sarokba, hogy az ugye század elején is szokás volt, és hát sírogatott. És igen, pityergett, ez a jobb kifejezés. Na és akkor hát nagyapámnak rögtön oda, hogy Ida, maga ne sírjon, maga ordítson vissza! Na hát, miután jó tanuló volt, anyám, nem kellett túl sok idő. Igen, nem is azt mondta, hogy megtanultam módszert, úgyhogy ők tulajdonképpen azt a 63 évet, azt elég erős, ahogy maga mondja, argumentációval vitték végig, de mindig kiegyenlítődés volt a vége. Tehát a dolgok azok megoldódtak mindig. Hogy érezték magukat egy ilyen tömb lakásban, vagy ilyen blokkban? Hát nem ilyen terek közé, nem ilyen formák. Úgy képzelje el, hogy azok az emberek, akik mindig ilyen szabadtérhez voltak hozzászokva, születésüknél fogva, és egy életet úgy éltek le, hogy majdnem a vadonban, ők hallatlan gyorsan aklimatizálódtak. Nagyanyám nagyon jó kommunikációs készségének következtében az egész tömbház őket elfogadta, szerette, ők voltak a biztonság. Gyerekmegőrzéstől kezdve, kölcsönkérésig minden zajlott ott, úgyhogy ez egy olyan együttélési rendszerbe kerültek, amihez nem voltak azelőtt hozzászokva ugyan, de jól működött. Oda lejárt nagymama egyedül is, tehát úgy nem csak nagyapával, hanem úgy délelőtt, vagy kora délután, vagy délután, és ott a gyerekek játszottak, ő azt nagyon-nagyon szerette, élvezte, vigyázzon, és már annyira ismerték, akik ott a kismamák, meg a fiatal édesanyák, akik a gyerekeikkel ott sétáltak, meg kocsit toltak, meg egymás, hogy már tudták, hogy ő Ida néni, egyszer csak néninek hívták, aztán Ida néninek, meg Kós néninek. És volt egy kislány, aki rendszeresen azt mondta, hogy mikor jön a Bársony néni.
Mert hogy nagymam olyan kedves, puha keze volt, hogy megsimogatta, és akkor úgy hívta, hogy a Bársony néni. Úgyhogy ez nagyon szép kép, és az illető lányból képzőművész lett, úgyhogy látszik, hogy már korán megnyilatkozott nála ez az érdekes finomság, és ilyen az érzékelésnek ilyen fajta adottsága. Na, hát itt most látom, beépítették ezt a tudjákat. Na, ez volt a nagyapa. Igen. Az első emeleti. És az pedig a konyha, mellette fürdőszobas, az a úgynevezett nagyobbik szobának a ablaka. Tehát 1, 2, 3 az első emeleten, ahol ők laktak. És itt ők szerettek lakni, vagy valami ki voltak békülve ezzel? Ki? Ők mindig azt élték, ami volt. Jó volt együtt sétálni vele. Igen. Arra gondoltam, hogy akármilyen picike kis csokor, hogy ne vigyük ki holnap a nagymama sírjára. De, és azt akartam, azért szedtem le. Azért szedtem, pontosan. Ez egy kis jelkép. Nagyon nagy hite volt. És ami nagyon érdekes, és talán köthető ehhez a megelőző dologhoz, hogy ő paplány volt. És nyilván emiatt is kapott egy komoly ilyen indítatást, de türelmes papnak volt a lánya. Tehát már maga az a tény, hogy az ő édesapja ugye református lelkész volt, és az édesanyja örményként katolikusnak született, de utána, miután református lelkésznek lett a felesége, nem tudom, hogy nyilván előtte áttért reformátussá. Ezt nagymama elmesélte többször is. De például a új kenyeret, ugye a katolikusok azok mindig keresztel szokták megelölni, és azután szelik meg. És a dédanyám ezt mindig így tette, és ebből soha nem volt probléma. Meg egyéb dolgokban is. Úgyhogy a nagyanyám úgy nevelkedett fel, hogy mindegy, hogy mi milyen templomban, milyen keresztény templomban megyünk be. Miután a római katolikus templom mindig nyitva volt, a református az sajnos csak hétvégén akkor, amikor istentisztelet volt, vagy különböző alkalmakkor. Mi bizony jöttünk a piacról, és akkor a dolgokat letettük a külső részébe a Szent Mihály templomnak, vagy a Barátok templomának, ugye az Óvárban, Kolozsvárt. Bementünk, és akkor nagymama imádkozott. Én is összetettem a kezemet, ő tanított meg imádkozni. Méghozzá úgy, hogy versbe szedte azt is, hogy vezérelt haza Bandi bácsit. Tehát az én Istenem, jó Istenem folytatódott versbeszedve egészen, úgyhogy mindenkiért imádkoztunk. Nem mama mindig letérdelt. Tehát mondjuk reformátusoknál ez nem szokás, vagy legalábbis nem így szól a liturgia. Ő letérdelt, és olyan átlényegülve tudott imádkozni, hogy mindig éreztem, hogy ott valami nagyon nagy dolog van, amit ő akkor gondol és mond. Naponta járt fel édesanyám hozzájuk, délelőtt vagy reggel és este, mert nagymamának problémái voltak. Egyrészt máj probléma, azt akkor nagyon jó rendbe tették. Akkor a Széchenyi téren laktak a panel lakásban. A panel lakásban, igen, igen. És minden este felmentek oda. Egyébként ez nagyon édes volt, mert színházi előadás után mentek fel, és hát akkor általában ott már fekvéshez készülöttek, éjfél körül volt, és akkor, mikor felmentek, akkor nagy csengetés, meg volt a családi csengetés, és nagyapám ilyen térdigérő hálóinkbe kijött, itt vannak Dodóék, na akkor főzzünk egy jó kávét. És akkor éjfélkor megfőzte a kávét rendszeresen, mind a ketten ittek, nagyanyámnak magas vérnyomása volt, nagyapámnak alacsony, simán megittak. Mind a ketten, semmi bajuk nem lett tőle. Na, szóval a lényeg az, hogy nagymama akkor már nem volt jó egészségállapotnak, mert gyenge volt, látásával probléma volt. Náluk volt a szilveszter, úgyhogy az egész család náluk összegyűlt, apra nagyja, tehát unokák két is. Két volt csak, nem? Két itike-picike. A nagy volt 16 négyzetméter, a kicsi aztán 14 vagy valami ilyesmi, úgyhogy kitapétázva emberekkel. És nagyon jól éreztük magunkat, és egy nagyon érdekes megjelenése volt. Hát persze mindig a politika az egy előtérben levő dolog volt, ordított mindenki, nálunk az egész család harsányan ordít mindig, amikor pláne politikáról van szó, de a szomszédok már mindenki tudta, semmi gond, soha nem volt a szomszédokkal, emiatt a Kóséknál itt a család. Na lényeg az, hogy ordítottak, és nagyanyám egyszer csak úgy felemelt a fejét, és azt mondta, hogy
mennyi badarságot tudnak itt össze-vissza hordani. Na, ez rá nem volt jellemző. Ő mindig részt vett a dolgokba. És akkor egy olyan, mintha egy olyan távlatból szólalt volna meg, akkor így mindenki ugye egy kicsit úgy odafigyelt. Másnap Bandi bácsékhoz voltak ebédre hivatalosak, ők harmadik emeleten laknak, és nincs lift. És felment a harmadik emeletre, nyilván segédlette, biztos Bandi bácsi lehet még ölbe is vett, ezt most már nem tudom, de el tudom képzelni. Lényeg az, hogy ott megebédelt, jól érezték magukat, az unokahúgomban gyönyörködtek Katiban, hogy milyen ügyes, meg miket tud, meg ilyesmi. Hazamentek, és délután, késő délután, és akkor estébe hajlóan megbeszélte a család, már ők ketten megbeszélték azt, hogy nekik tulajdonképpen milyen szép családjuk van. És akkor egyenként minden egyes gyermeket elővettek, aki meghalt azt is, mert Putyi bácsi meghalt, az ő gyerekeit, családját, Bandi bácsit, stb. Végigmentek a családon, és hogy ők tulajdonképpen milyen boldog emberek lehetnek, hogy annyi világháború, annyi megpróbáltatás, és annyi minden után, ők tulajdonképpen elégedett emberek lehetnek, és ez egy szép élet. És akkor lefeküdtek. És másnap reggel fel, ébred nagyapám, arra, ő nagyon jó alvó volt különben, hogy nagymama ott mondja, hogy Károly, Károly. Közben bejött az Ilona néni, segített a fürdőbe kimenni, visszajött, és addig nagyapám oda ment az ágyhoz, hát már ugye ő is benne volt, mert egy évvel volt csak idősebb, 89 éves, és akkor oda ment hozzá, és akkor úgy megölelte a nyakát nagyapámnak, és azt mondta, hogy mennyi gondot okozok én magának, Károly. És a nagyapámnak ez felejtett, szóval egyszerűen ebbe belebetegedett utána, mert ezek után leült az ágy szélére, szépen végigfeküdt, és kész. Akkor a kós sír, amit Károly bácsi, a régi kós sír az az evangélikus temető felső részéhez tartozik. A úgynevezett Korbuly kertben van, ahol aztán van, onnan balra van a református, meg katolikus rész, szóval itt, ahogy régebben szoktak, egyházi tulajdonos temető részek voltak. A kós család sírkövén hogy van írva a név? Hát majd megnézzük. Ugye az alsó részhez van a láposztéve két kő, és remélem, hogy még valamennyire ki tudjuk hámozni. Tehát németesen. A Szász volt az édesapja, az egyértelmű. Aztán milyen magyarázatok vannak, hogy elmagyarosodott, elszászosodott, ki mit csinált, az egy más kérdés. A lényeg az, hogy ő szász ember volt, és a felesége az francia volt. A gyerekek, ugye az idők szerint ők magyar iskolába jártak, és református kollégiumba, nagyapám ott végzett, és egyértelműen magyar kultúrájú ismereteikre tesz szert, és ő oda tartozónak érezte magát mindig. Úgyhogy ő maga írta aztán a nevét magyar változattal, hosszú óval és S-sel, nem SCH-val. Egyébként itt még úgy volt a neve, nem Károlynak, hanem Sáznak, vagy valahogy ilyen módon. Mielőtt nagymama meghalt volna, tehát már nagymama látta, hogy megvan, minden rendben van, a családi sírhely kialakul, akkor az én húgomat, aki ugyancsak a régi kórsírban volt, meg a legnagyobb nagybátyámat, tehát az agrármérnök nagybátyámat, aki ugyancsak meghalt és oda temették. Őket exhumálták, áthozták ebbe a sírba, úgyhogy nagymama már úgy volt itt kint, hogy már tudta, hogy most már a dolgok itt fognak folytatódni. Ő egyébként beszélt a halálról, vagy volt? Nem, nálunk ez nem volt téma. Betegségről, halálról. Csak a gyógyítás irányába, vagy a megoldások irányában volt mindig szó. Tehát említettem, hogy a természete arról szólt, hogy mit kell tenni, nem azt, hogy ja Istenem. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy valósággal ez egy ilyen elzárkózás is volt ezek elől a dolgok elől, hogy úgyis aminek jönnie kell, az jön, tehát nincs mit azon sokat teketóriázni, és
merengeni, keseregni, pláni, nincs értelme, ameddig itt vagyunk a következőnél. Betűzött virág. Ezek olyan kedvesek ezek a jelzések, hogy itt az ember tényleg meghatódik mindig attól, hogy milyen módon ragaszkodnak. Ez egyszerre nyitható, mert így. Milyen gondolattal tegyük le ezt a pici virágot, vagy hát teszi le? Én azt mondom, hogy nézzük meg a sírkő feliratot, és abból látszik, hogy meghalt augusztus 24-én, és ma augusztus 24-e van, 77-ben halt meg, most 2002, tehát 25 évvel ezelőtt. Ez egy véletlen egybeesés, de én úgy gondoltam, hogy középre teszem, de akkor most erre a sírra fogom ezt a kis sztánai virágot rátenni. És csak így. Azt csinálom, hogy itt csinálok egy lyukat, így, és abba beleállítom. Az ember valahol érzi, hogy itt már más dimenziókról van szó. És azért ezek olyan dolgok, amiket ő nagyon... Nagyon erős hite volt. Nagyon-nagyon erős hite volt. Nem volt ilyen bibliás, tehát olyan értelemben, most senkit nem akarok ezzel megbántani. Tehát ő nem az volt, aki úgy kelt fel, hogy a Biblia után nyúlt, de még fel sem kelt, és már nagyon erősen imádkozott. Hát amikor még mozgóképesebb volt, akkor ágya mellé térdelve imádkozott minden reggel és minden este. És miket imádkozott olyanokat, nem hangosan imádkozott. Ő nem hangosan imádkozott. Ez mindenkinek a saját egyéniségére van rábízva, és én úgy érzem, hogy ez így helyes. Enikő szokott imádkozni? Igen. És mikor, ha sokan. Bajban van, vagy ha csak nem, ha ez nem csak egy üzleti dolog az imádság részemről. Nyilván, hogy a nyomorúságban levő ember az mindig hamarabb rátalál ezekre a fogózókra, de a hála, és a, tehát ugye ez is neveltetés kérdése, hogy nem csak akkor megyek, ha követelek és tartom a kezemet, hanem az embernek más embertársaira is kell gondolnia, meg a népére, meg sok minden van, amit meg kell tárgyalni odafent, és okosan irányítani, vagy okosan beállni a sorba, hogyha olyan üzenetet kap. Erre szükség van, ez nagy megtartó erő. De ez egy jó hely, itt is olyan jó elüldögél. Édesanyámmal itt is üldögéltünk sokat, nagyapám halála után különösképpen, mert akkor már ő is inkább ráért. Gyerekeim is nagyon szeretnek. Hát az, amiért visszavágyik az ember a leglerobbantabb otthonokba is, az feltétlenül annak az emléke, élménye, átélt, megélt tapasztalata, hogy ott őt szerették.